A Zrínyi iskola idén is megrendezte immár 28. alkalommal alsó tagozatos területi tanulmányi versenyét a Nagykanizsai Tankerületi Központ támogatásával. Idén 27 intézmény vett részt a megmérettetésen, az ünnepélyes eredményhirdetés és díjkiosztó ünnepséget tegnap tartották. A szervező intézmény igazgatója tehetséggondozás fontosságát hangsúlyozta, Faller Zoltán szerint három alappillérnek köszönhető a verseny sikeressége, a tanulók, a pedagógusok és a szülők együttműködésének. Nem csak a mi iskolánk, de az itt jelenlévő iskolák képviselői is nagy figyelmet fordítanak arra, hogy a kötelező tananyag mellett kiegészítő tananyaggal és a tehetséggondozással is foglalkozzon. Úgyhogy arra biztatok én mindenkit, hogy, és nagyon sok ismerős van, akik gyakran itt vannak ezen a rendezvényen, hogy folytassák ezt a szép hagyományt, tiszteljenek meg minket a részvétellel, és hát szeretném nem utolsó sorban megköszönni a támogatóknak, a Nagykanizsai Tankerületnek és az Engerszegi Pedagógiai Intézetnek, hogy támogatják ezt a rendezvényt. Azt gondolom, hogy eljutottunk oda, hogy nem kérdés, hogy egy ilyen szintű versenyt meg tudunk rendezni.